Egymást buzdítva, jó hangulatban vetélkedtek a fiatalok az idén 5. alkalommal megrendezett Pörbölyi Családi és Gyermeknapon. A labdarúgó pályán tartott összejövetelre idén először a testvérváros Újbezdán is meghívást kapott. A két települést a kultúra köti össze, de ezúttal a gasztronómiának és a sportnak hódoltak a gyerekek. Ez egy családi gyereknap, most már körülbelül 5. alkalommal szervezzük, de az idei egy rendhagyó, mivel az újonnan testvértelepülésünk Újbezdán gyerekeit is ide vártuk, és meg is érkeztek, és velük szerveztünk egy vetélkedőt, tárcsázás van, bográcsozás, lángossütés, délután 1 órától ugráróvár. Jó pár év ezelőtt voltunk kint Újbezdánban a táncosok fellépni, és szorgalmaztam azt, hogy legyen egy testvértelepülésünk, és ők nagyon szívesen fogadták ezt, és tavaly augusztusban a falunapunkon hivatalosan is tettük a testvértelepülési megállapodást. Ők most 13 gyerekkel érkeztek meg, pár felnőtt kísérő, összesen 23-an vannak. A szülők igazából nagyon segítenek, mert ők sütik a húst, tárcsáznak, főznek. Itt a szülők, akik dolgoznak, a gyerekek meg szórakoznak. Az első feladatunk már megvolt, az egy elszórtunk szanaszét a telepen papírfeszniket, amin a Pörbölyi Hagyományos Egyesületnek a bélyegzője volt, és azt kellett nekik összegyűjteni, és ki tudott többet összeszedni. A következő feladatunk is sportos vetélkedők lesznek, célbadobás, váltófutás, a régi gyerekkorok talicskázása, például pingponglabda, vivés kanálon, vízhordás kanállal. A bográcsban már rotyogott a pörköltnek való, a tárcsán sült a hús, a megéhezett gyerekek boldogan majszolták a reggeli lángost, vagy éppen hintáztak, csúszdáztak a ragyogó napsütésben együtt vidáman a magyar és a horvát fiatalok. Települési együttműködési egyezményt az tavaly augusztusban írtuk alá, azonban az ismeretség az szinte sokkal korábbi. Valójában a két egyesület, a Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület és az Újbezdáni Egyesület között jött létre először egy ismeretség. Újbezdánban hagyománya van a májusfa kitáncolásnak, és ennek a rendezvénynek a kapcsán került a Pörbölyi Néptánc Együttes Újbezdánba, akkor ismerkedtünk meg, és hát Szalai Anikó elnökasszony közreműködése révén végül is ez az ismeretség elhozott bennünket ehhez a testvértelepülési kapcsolathoz. Első alkalommal jöttünk a gyerekekkel, itt a mi egyesületünk keretében működik játszóház, gyermektáncsoport, és ezeknek a tagjait invitáltuk a gyermeknapra, amire meghívtak ide Pörbölybe minket. Hát szinte egész napos programot szerveztek, amiben nagy örömmel fogunk részt venni. Örülünk annak, hogy a mi gyerekeink is egy magyar anyanyelvi közösségbe tudtak ma jönni. Egy kis impulzus, ami nekünk nagyon fontos határon túli magyaroknak, hogy érezzük azt, hogy az anyaországban még támaszt tudunk találni, és hát pont ez a nyelvi háttér az, ami nálunk már sajnos elveszőben van, egy asszimilálódó közösségben, ahol egyre több a vegyes házasság. A kisgyerekeknek nagyon fontos megérezni azt, hogy a magyar nyelv az nem elvetni való, hanem egy plusz érték, amellyel jobban föltalálják magukat a nagyvilágban.